A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorunkban a 2023-as királyi napokból hoztunk ízelítőt Önöknek. Megmutatjuk, milyen programmal készültek a közönségnek az Icsi színpadon, valamint emellett milyen kísérő események várták a Fehérvárra látogatókat. Tartsanak velünk! A Királyi Napok Folkfesztivál vendégeként már az elmúlt években is megtapasztalhatták a népi kultúra és a néptánc barátai, hogy a Duna Művész Együttes egy egészen kivételes szintet képvisel. Az elmúlt évben Kalotaszegre látogathattunk el segítségükkel, ebben az évben pedig, ahogy az előadás címében is megfogalmazták, ezúttal mezőség mindennapjaiba tekinthettünk bele. Örül az együttes, hogy a tavalyi szép sikerű szerelmünk Kalotaszeg után ismét itt lehetünk ezen a csodálatos színpadon, itt Fehérváron, meg hát ezen a csodálatos rendezvényen, mert azért ezek a napok, ezek tényleg szívet melengetőek, így a augusztus 20-a környékén, úgyhogy nagy-nagy örömmel hoztuk a Szépséges Mezőség című előadásunkat. A mezőség kitüntetett helyet foglal el a népművészetet kedvelő közönség szívében, számtalan amatőr és hivatásos gyűjtő érdeklődését keltette fel. Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László, Kós Károl, Kallós Zoltán, Martin György, Tímár Sándor, Novák Ferenc, Tata és sokan mások is folytattak itt kutatómunkát, biztosítva ezzel, hogy az autentikus népművészet, benne a tánc is megmaradjon az utókor számára. Ez az előadás ugye a címében is benne van, hogy Szépséges Mezőség. A teljesség igénye nélkül egy nagy körutazás mezőségen. Arra törekedtem, amikor az előadást készítettük, hogy minél több színt meg tudjunk mutatni belőle, hiszen nem is gondolná az ember, hogy ezen a tájegységen belül milyen változatos a paraszti kultúra, főleg ha azt nézzük, hogy három náció él együtt ott gyakorlatilag nagyon régóta, ugye hát a magyarság, románság és a cigányság, és hát én igyekeztem nagyjából egyforma arányba bemutatni mind a három kultúrának a sajátosságait az előadásban. Valami van nálunk a levegőben. Valami van a dombok hajlásában, ahogy puhán és szeliden egymásra borulnak a láthatár alján. A völgyeinkben, ahogy szélesen és barátságosan elénk tárják az őszintességüket. A tavainkban van valami titokzatos, mikor az alkonyodás táján ezüstös párát lehelnek, és a nádasok susogásába ezer kis apró moccanás vegyül, mikor suhogva kelnek szájra a vadrucák, s fent, magasan, a gyöngyszínű ég páráira veszve egymást kereső gémek szólanak. Amint egy 300 települést magába foglaló mezőségben a magyar-román cigány és szász kultúra összefonódása, kölcsönhatása különösen gazdag tánc és zenekultúrát hozott létre.
A Duna Művész Együttes Szépséges Mezőség című előadása idézte meg, állította középpontba ezt ezen a felejthetetlen estén. Mesenép címmel készült családi előadásának bemutatójára a Királyi Napok Folkfesztivál keretében az Alba Régia Tánc Együttes. A darab tanító mesék gyűjteménye, ahol a méltó jutalom és a büntetés is az igazságosság tükrében kerül a mérlegre, és a döntő szó a közönségé. Nagyon izgalmas feladat volt. Itt a táncosoknak azon kívül, hogy nyilván a táncjátékkal kell megjeleníteni különböző karaktereket, itt szöveges szerepük is van, illetve már a színészet fele is el kikacsingattunk azért. Úgyhogy egy nagyon, nagyon szerethető darab, és azt gondolom, hogy a gyerekeken kívül a szülők is, akik bejönnek, beülnek, megtalálják benne a saját maguk kis humorát. De az igaz, hogy az országunk szépséges kertje is ekkor vesztette el valamikori pompáját. Elakadt az utak, nem teremtek a földet, a szél csak úgy kavargott, és a nagy bor felegek szinte sötétre borították. Történet az egyébként egy egyszerű történet, a Péternek ez már az elején megfogalmazódott, hogy nem egy konkrét mesét szeretne elmesélni, hanem a különböző magyar népmesékből a legjobb jeleneteket összeszedve, a legfontosabb gondolatokat összegyűjtve. Ez egy nagyon szép kerek egész történet. Boszorkányokkal, óriásokkal, nagyon szerethető óriással, akitől először lehet, hogy megijednek a gyerekek, de amint megszólal és elkezd egy blues dalt énekelni, már is meg is szeretik. Az együttes egyestés táncprodukciója a színházszerűséget előtérbe helyezve szeretné népszerűsíteni a tradicionális paraszti tánckultúra forma nyelvére épülő színpadi táncművészeti ágát, külön figyelmet fordítva a különböző generációk megszólítására felnőtt, gyermek és ifjúsági korosztályban. A Mesenép című darabunk interaktív, szerephez jutnak benne a gyerekek is, hogyha van bennük vállalkozókedv, illetve nagyon jó volt a munka Novák Péter rendezővel. Hála Istennek ő nem csak rendező, és sokan nem biztos, hogy tudják róla, hogy ő néptáncosként indult, és azért teljesen máshogy viszonyult hozzánk, mint táncosokhoz, mint színházi szereplők. Nagyon jól tudott bennünket instruálni ebben a darabban. Koreográfus nagyon nehéz volt szerintem a feladatunk, mert hozzá vagyunk szokva, hogy egy-egy táncot a saját tájegységén belül próbálunk megragadni, de most az volt a cél, és ezt is beszéltük meg Robival rögtön az elején, hogy nem ragaszkodunk tájegységekhez, falvak táncaihoz, hanem megpróbáljuk úgy összeállítani a koreográfiákat, hogy az a darabnak a menetét elősegítse. Szóval nem ragaszkodunk egy-egy témában egy-egy anyaghoz, hanem vegyítjük, inkább csak a figurákat használjuk fel. Illetve, mint főszereplő, nagyon örülök ennek a lehetőségnek. Nem bántam volna, ha ez mondjuk 25 éves koromban talál meg, annak egyen jobban örültem volna. Nem volt könnyű, mert beszélni kell, sokat kell beszélni, játszani kell. A gyerekekkel való játék az számomra, mint táncpedagógus, nem okozott nehézséget egyáltalán, de az elejétől végéig 63 percen keresztül kell keményen koncentrálni, úgyhogy ez a rész ez nem volt egyszerű. Minden szépet nem lehet, azért mert te nem vagy elégedett magaddal. Attól még senkinek nem lett jó, ha másoknak rosszabb.
A koreográfiában a táncosok közvetlen színházi élményként a nézőkkel együtt értelmezik a társadalmi és erkölcsi normákat, azok emberi mi voltunkra gyakorolt hatásait a meséken keresztül, mindezt meg annyi zenével és tánccal a Kárpát-medence sok nemzetiségű népi kultúráját bemutatva. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára egy megtiszteltetés volt, és egyben egy felemelő élmény, hiszen itt egy hétköznapi népmeséről beszélünk, ahol egy hétköznapi hős elindul az útján, és azáltal, hogy a szeretet és a jó tettek vezénylik, el is éri a végén a kívánt célt, és mindezt úgy tudtuk egy keretbe foglalni, hogy közben bevontuk a közönséget is interaktív módon, ők is részesei lehettek az élménynek és a darabnak, és azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog volt, amire még korábban nem volt lehetőségünk. A táncosok a tájegységeken és korszakokon átívelő produkcióval nagy utat tesznek meg az élet ugróiskolájában, tanulságos epizódokon át jutva el a közösség örök élményének, megtartó erejének tapasztalásáig. Mi magunk vagyunk, vagy lehetünk a mesenép. A Történelmi Filmklub keretében mutatták be Aracsi Norbert Elfelejtett Nemzedék című rövidfilmjét. A vetítés után Plecser Ádám, az I-generációért Egyesület elnöke beszélgetett a film két producerével, Gundi Kristoffal és Verebélyi Gáborral. Az alkotás négy katona utolsó napját mutatja be a II. Világháború végnapjaiban, amikor már a nyakukban lihegnek a szovjet csapatok. A rendező és csapata szerette volna, hogy egy kisfilm foglalkozzon a hősökkel. Egyrészt mindenkinek, mindenkihez el tud jutni, másrészt pedig, hogy tényleg itthon olyan emberek beszélnek róla, akik esetleg volt kapcsolatuk ilyennel, például hogy az Aracsi Norbert a rendező, ő például nagyon komoly kutató munkát tett bele ebbe a filmbe, és ezért gondoltuk azt, hogy ez egy nagyon fontos dolog lenne, mert a II. Világháborúnak ezen része még sajnos feldolgozatlan, és nagyon-nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy mindenképpen beszéljünk olyan hősökről, hogy elsősorban katonákról, hogy azért ők áldozatok voltak ebben a vérontásban. A produkciót egy héten át forgatták első filmes színészekkel, akik közben színházakban is játszottak. Egy-egy nap 12-13 órát dolgozott a stáb a kiválasztott helyszínen, Pákozdón a Katonai Emlékparkban. Igyekeztünk a forgatási helyszíneket optimalizálni. Ez itt Pákozdón nem messze volt. Egy valódi lövészárokban sikerült leforgatni a filmet. Itt tényleges harcok zajlottak. Amikor berendeztük a helyszínt, akkor azért nagyon megrázó volt oda belépni, hogy tudtuk, hogy itt tényleg emberéletek vesztek oda sajnos. Így, mikor beléptünk a helyszínre az első ilyen alkalommal, be is volt füstölve, kicsit ködös is volt az idő, és tényleg már minden felszerelés a helyén volt, és katonákra hangáltak mindenütt, akkor azért volt egy súlya a dolognak, hogy nem azt éreztem, hogy egy forgatáson vagyok, hanem egy kicsit ilyen tiszteletteljes volt az. A film kis költségvetésből 13,5 millió forintból valósult meg. A produkciót 3,5 millió forinttal támogatta Székesfehérvár önkormányzata. Az alkotást 2020 májusában mutatták volna be, de a koronavírus járvány miatt elhalasztották. Idén végre a Királyi Napok rendezvény sorozat keretében sor kerülhetett rá. Éppen a mai nap reggel egykori házi ezredünk ezrednapjára emlékeztünk kint a Lácos Gimnázium falán elhelyezett emléktáblánál hagyományos zöggel közösen, és milyen érdekes, hogy ennek a napnak az estéjén pedig egy olyan kis rövid filmet lehet bemutatni hivatalosan, most már szerencsére itt Székesfehérváron, meg egy fehérvári alkotóhoz kötődő mestermű, és négy katonának a történetét feldolgozva egy katonavároshoz is szól. Norbert és csapata azt gondolom, hogy nagyot alkotott. A film számos filmfesztiválon vett részt, 2022. május 1-én debütált az HBO Max kínálatában. A 2022-ben megrendezett Magyar Mozgókép Filmfesztiválon legjobb kisjátékfilm kategóriában jelölést kapott, majd később el is nyerte a díjat. A legkisebbeknek is különféle programokkal készültek a belvárosban. A gyerekeket és szüleiket közös éneklésre és játékra várták az ország zászlótéren. Gyerekek és szüleik énekétől volt hangos az ország zászlótér hétfőn délután.
A királyi napok alatt idén is királyi játéktér várta a kicsiket és nagyokat, amelynek története egyidős az egyhetes rendezvénysorozattal. Nagyon örülünk ennek az eseménynek, és hogy ilyen sokáig kilátogatnak erre az eseményre, hiszen az Alba Régi Alapfokú Művészeti Iskola gyerekeit is szeretnénk ezzel az eseménnyel toborozni. 75 éves lesz az Alba Régi Tánc Egyesület, aki ezt az egész királyi napokat mint eseményt létrehozta, és 20 éves idén az Alba Régi Alapfokú Művészeti Iskola, úgyhogy igazán nagy múltra tekintünk vissza. A zenés-táncos programon az Alba Régia Művészeti Iskola szólistáinak közreműködésével igazi táncházi hangulatban lehetett része a kilátogatóknak. A cél az volt, hogy minél többen ismerkedjenek meg a néptánc és a népzene világával. Bővel lesz utánpótlás, hogyha ilyen lelkesen és ügyesen behívják a szülőket, a gyerekeket a táncházba, illetve részt vesznek ezeken az eseményeken. Ahogy a táncpedagógus fogalmazott, évről évre szívvel lélekkel térnek vissza a királyi játéktérrel, ha pedig a foglalkozás által a gyerekek jó élményekkel gazdagodnak, később a gyermek és a szülők közös döntése alapján akár a művészeti iskolában is folytathatják az élményszerzést és a tanulást. A Csikidám életérzés magával ragadta a fehérváriakat szerdán este, és retrós lágerektől volt hangos Székesfehérvár, ugyanis a királyi napok részeként az Ergo látogatott városunkba. Az együttes felrobbantotta az Icsi színpad előtti teret. Szikora Róbert elmondta, Székesfehérvár fontos város nekik is, és az országnak is. Az Ergo 40 éve alatt minden turnén felléptek a városban. Magyar lelkű emberek, mint én vagyok, ez maradt egy kicsit a fővárosom, és az ország fővárosa is. Azon kívül ugye van a Florina, aki székesfehérvári, tehát van egy kötődésünk is a városhoz a Florina személyében, és azért én mindig azt gondolom, hogy ritkán mondom ki, de ez kitüntetett helyzet, hogy az embert, egy Ergót, 40 éves Ergót meghívnak egy ilyen jeles eseményre. A koncert során többek között felcsendült a Ballaga katona, a Szeretlek is, meg nem is, és a Rég várok valakire, amelyeket tombolva énekeltek a rajongók. Szikora Róbert hozzátette, a közönség vevő volt az előadásukra, így annak, aki kilátogatott az Icsi színpadhoz, igazán fantasztikus élményben lehetett része. Mikor az Ergo az első csúcsán volt, az életünk az első csúcsa az olyan 83 és 87 között volt, akkor volt ilyen siker, illetve ez más siker, talán nagyobb siker, mert akkor divat volt Ergosnak lenni, és divat volt a sikerem. Most viszont beérett valami, és olyan, mintha kimondatlan azt mondaná a közönség, hogy igen, 40 éve csinálják a srácok, és mi, hogy tolják, fú, ebben energia van, ezek látom, hogy oda teszik magukat. Az együttes frontembere a fehérvári fellépés után beszélt vallásosságáról is, hiszen 3 évvel ezelőtt az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus vallási nagykövete arca volt. A kereszténység tulajdonképpen nem is egy vallás. Az nem lehet összehasonlítani a buddhizmussal, vagy a sintoizmussal, vagy a mohamedánokkal, tehát nem. Azért, mert ez az élet. Az élet. És minden vallásban úgy van, hogy az ember keresi az Istent, de nálunk az van, hogy Isten keresi a mi kedvünket, megkeres mindenkit, utánunk jön, és megmutatja magát. Szikora Róbert jövő nyáron újabb nagy koncertre készül, ugyanis a Hungáriával lép fel a 80-as évek első felében működött felállásban, így Fenyő Miklós, Novai Gábor és Dolly oldalán láthatja majd a közönség.
vintage együttes mutatkozott be a királyi napokon a Múzeum Akusztik sorozat egyik esti programjában, a Szent István Király Múzeum rendház épületének díszudvarán. A fiatal tehetségek január óta zenélnek együtt. Mi nagyon szeretjük a könnyű zenét, és hárman már azelőtt is próbáltunk, és egyszer jött egy ötlet, hogy lehetne esetleg közösen négyen játszani egyet, egy ilyen rendes rock felállásban, és elkezdtünk próbálni, így elején nyilván kevesebbet, akkor még nem voltunk annyira összeszokva, viszont ahogy telt az idő, egyre többet. És lényegében így születtünk mi. A Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium ifjú rock csapatának tagjai Sallér László Boldizsár, Fernandez Emma, Újvári Teodor, Szalai Bálint, Guer Minó Bendegóz. A 10. és 12. osztályos tanulók kvindalokat játszanak, most is a legismertebb dallamaik csendültek fel. Súly mellett kétfajta lehetőség van. Általában szoktunk móron a bálintéknál próbálni, mivel ott van a dobszerkó, és ugye könnyebb úgy, hogy nem azt kell vinni, hanem mi megyünk oda. És egyébként meg a Hermannak a termébe tudunk próbálni, az ütős termébe tudunk próbálni, és most így a nyáron pedig a Hermannba sikerült összehoznunk néhány próbát. Sajátot tervezünk majd készíteni. Jelenleg Queen feldolgozásokat játszunk, magát a live-édet is, és azon kívül is még hozzátettünk néhányat, hogy összehozzunk egy teljes műsort. A Queennek valószínűleg a legismertebb dalait, ugye egészet azt úgy kezdtük el, hogy a legelső nagy koncertünk az a Live Aid-ről szólt, ugye a 85-ös Live Aid-ről, és ott az nagyon jól sikerült, és úgy voltunk vele, hogy akkor már csináljunk egy nagyobb szabású koncertet, ahol kicsit többet játszunk, és valószínűleg a leghíresebb, legkedveltebb, vagy legszebb dalaikat hoztuk el most a Queennek. Bálintnak, a dobosunknak nagyon nagy kedvence a Queen, lemezgyűjteménye minden van belőle, egyszer minden tud róla, és én is nagyon szerettem kint hallgatni, sőt szerintem mindannyiunk is. És először egyébként nem is Queen dallal kezdtünk, hanem egy Bon Jovival, viszont második az már egy Queen dal volt, és onnantól kezdve beindult ez a Queen-es irányzat. Ugye ezt nem lehet minden nap hallani, mert azért persze vannak Queen tribute bandek, viszont nem nagyon sok, és maga a Queen se, ugye Freddie Mercury halála miatt már nem nagyon játszik, bár most ugye turnéra mentek, viszont szerintem még mindenki nagyon élvezi, mivel sok embernek a gyerekkorában volt maga a Queen, sok ember szüleitől tudja, és szerintem így összefogja az embereket, az maga a Queen, mert szerintem a rock történelem egyik legcsodálatosabb bandájáról van szó, szóval. Freddie Mercury hangját nem utánozza a vintage frontembere, énekszó helyett ugyanis szaxofon játsza a főszerepet. Néha nehéz, mivel hogy ugye maga a hangnem, meg ilyen technikai dolgok miatt kicsit nehéz néha, és néha Freddie-nek a hangszínét sem könnyű elérni, viszont próbálkozunk, és szerintem egyre jobban sikerül elérni azt a hangzást, amit maga a Queen adott át. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.